Idén 150 éves a Jósa András Múzeum. Ennek tiszteletére a Magyar Posta közreműködésével különleges bélyeggel gazdagodott Nyíregyháza. A város hivatalos bélyegén az egyik legrégebbi közintézmény szerepel. Eddig Nyíregyházán csak városi magánkiadású bélyegek voltak, amelyeket kiadtak még régen, illetve volt egy emlékívalom a 90-es években, amely megjelent Nyíregyházáról, de nem forgalmi bélyegről van szó. Ez egy forgalmi bélyeg, amelyet bárhol bárki megvehet, ugye több millió tételszámban nyomják, így ezáltal azt gondolom, hogy Nyíregyházának, a Jósa András Múzeumnak ez az egyik legjobb reklámcélú befektetése. A város vezetésének megkeresése után a múzeum szakembereiből és partnereiből egy szakmai bizottság állt össze, akik több tervet is készítettek a bélyegről. Amikor körbe küldtük azokat a elképzeléseinket, hogy mit szeretnénk csinálni, mit szeretnénk megjelentetni, akkor végül is ez a három elképzelés jött össze. Józsa András, mint a múzeum alapítója, legyen rajta Nyíregyházának a jelképe a magyar huszár szobor, és mint a Józsa András Múzeumnak a legnagyobb gyűjteményi egysége, ugye a régészeti gyűjtemény, és azon belül is a honfoglaláskori egység, ezért egy honfoglaláskori jelképet tettünk rá. A 30-as évektől szokás úgynevezett első bélyegzős napot tartani. Ez a gyűjtőknek különösen fontos, hiszen a bélyeg mellett kisívet, emléklapot és borítékot is megvásárolhatnak, így a gyűjtemény még nagyobb értékű lesz. Az új bélyeg első bélyegzős napja június 29-én pénteken lesz a Józsa András Múzeumban, ahol egy különleges lehetőség is kiegészíti majd az eseményt. Emellett van lehetőség személyes bélyeg elkészítésére, ez azért érdekes, mert itt csoportokat, illetve egyéni személyeket várunk, akik a fotójukat elkészítve vagy készen hozva beadják itt nálunk reggel 10-től 17 óráig, mert addig tart ez az első bélyegzős nap, és ezt az egyedi bélyeget tulajdonképpen fel lehet használni borítékra, tehát ez egy használható bélyeg lesz, ezen lehet rövid üzenetet küldeni, ezt a Magyar Posta készíti el, ennek megvan a maga ártarifa rendszere, illetve díjazása, ezt tulajdonképpen a helyszínen az ide látogatók megtudják, de szerintem biztos, hogy egy nagyon ötletes és egy nagyon jó kezdeményezés, hogy olyan is lehet az első bélyegzős napon. Az új bélyeg külföldre is küldhető majd, és további érdekessége, hogy háromdimenziós formában készül el.